Továbbra is felhőszakadások és heves esőzések sújtják Új-Zéland északi részét, földcsuszamlásokat és villámárvizeket okozva. A napok óta tartó ítéletidőnek már 4 halálos áldozata van. Az előrejelzések szerint ráadásul a héten tovább folytatódik a csapadékos időjárás az országban. Elakadt autók és hömpölygő víz Auckland utcáin. Ez a látvány fogadja most Új-Zéland legnagyobb városának lakóit a múlt héten kezdődött heves esőzések miatt. Az áradások járhatatlanná tették az országutak többségét, a nagy mennyiségű csapadék pedig elöntötte a lakóházakat és az udvarokat is. A napok óta tartó esőzések következtében a hegyvidéki területeken földcsuszamlások alakultak ki. A hegyekből lezúduló sárlavina autókat és lakóházakat temetett maga alá. Több épület is megrongálódott ezen a tengerparti településen. Bent voltam a házban, és csak egy hatalmas recsenést hallottam. Kijöttem megnézni, és akkor láttam, hogy minden csúszik lefelé, mondta ez a nő. Az elmúlt 3 napban 4 vesztették életüket az ítéletidőben. Egyiküket a földcsuszamlások által tönkretett lakóház romjai között találták meg. Az áramszolgáltatást a legtöbb helyen már sikerült helyreállítani, azonban mintegy 3500 háztartásban továbbra sincs áram és ivóvíz ellátás. A klímaváltozás hatására Új-Zélandon egyre gyakoribbá és intenzívebbé váltak a heves esőzések, amelyekre fel kell készülni. Erre hívta fel a figyelmet az alig egy hete beiktatott új miniszterelnök. Az éghajlatváltozás valós. Velünk van és hatással van az időjárásunkra. Több hasonló szélsőséges időjárási eseménnyel kell szembenéznünk majd a közeljövőben. Ezekre pedig fel kell készülnünk, mondta Chris Hipkins. Az előrejelzések szerint a következő napokban is folytatódik a csapadékos időjárás. Ezért a régióban érvényben marad a még pénteken elrendelt szükségállapot.